Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szent Iványi István nagykövet, a liberálisok külpolitikai szekciójának vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Vannak még liberálisok? Hogy ne lennének, még parlamenti képviselőnk is van bőszan egy személyében, vagyunk. Hát megmaradtunk nehezen. Ehhez gratulálunk, de ez kevés a boldogsághoz. Úgyhogy akkor használjuk ki, amíg maga van, minél tovább. Mi is ez a néppárti fenyegetés? A saját pártja akarja azt, hogy esetleg a Fidesz kiváljon? Ez azért nem a néppárt egészének a fenyegetése, ugye ez az Engel, egy luxemburgi néppárti képviselő javaslata. Én azt gondolom, hogy a néppárt egésze vagy többsége nem fogja ezt elfogadni, mert a Fidesz mégis egy kormánypárt, mégis sok képviselőt ad a parlamentben, és ez nagyon számít. Én magam is voltam európai parlamenti képviselő, ismerem a belső viszonyokat. Tehát valószínűleg egy figyelmeztetést fog kapni a Fidesz, ez egyértelmű, de én a kizárást nem tartom reálisnak. De akkor hogy jutott ennek a luxemburgi embernek eszébe? Hát azért, mert a néppárton belül azért jó néhány olyan képviselő van, aki ezt már régóta szorgalmazza. Tehát korábban a svédek jelezték, hogy akár ki is lépnek a néppártból, hogyha a Fidesz nem szabályozzák meg. A belga néppártiak is elmondták. Hát ígérték, hogy kilépnek, aztán de maradtak. Aztán maradtak, ez így van. Vettek alapját és maradt. Igen. A belga néppártiak is nagyon követelték ezt. Tehát van egy, ők is maradtak. Igen, van egy stáb, aki, vagy van egy része, nem is jelentik a része a néppártnak, amelyik már határozott fellépést követel a Fidesz-szel szemben. Ugyanakkor Manfred Weber üdvözölte, és gratulált Orbán Viktornak, üdvözölte a választást. Tehát én nem számítok arra, hogy kizárt. Szinte a világ minden részén üdvözölték. Nem teljesen, de majdnem nagyon sok helyről üdvözölték, de például Trump elnök nem üdvözölte, ami egy érdekes. El volt foglalva a szíriai helyzettel, bombázok vagy nem bombázok, így is nagyon érdekes, mert megígérte, hogy megy, aztán végül mégis maradt, aztán végül mégis de bombázott. Végül is bombázott, igen. Nem mondta meg, hogy mikor, ugye mondta, hogy bombázni fog, sokáig húzta ezt, aztán a végén ez bekövetkezett. A kérdés, hogy hol van az Európai Unió szerepe, ha már a bombázásnál tartunk. Mogherini asszony, aki... nekem legalábbis nem a legszimpatikusabb megmondó ember az Európai Uniónak, jó lenne, ha már tenne is valamit. Ma üléseznek ugye az Európai Unió külügyminiszterei. Születhet-e valamilyen döntés Szíriával kapcsolatban? Szerintem katonai fellépésre vonatkozó döntés nem fog születni, ez nem várható. Ugyanak ugye két fontos tagállam, illetve az egyiknek már kifelé áll a szekér rúdja, a Nagy-Britannia és Franciaország részt vett. Mi azért lehet, hogy a végén ők is feszik a kalapjukat és maradnak. Igen, ők részt vettek, és Merkel asszony is a támogatásáról biztosította, hogy nem akar részt venni az akcióban, de teljes mértékben támogatja Franciaország és Nagy-Britannia részvételét. Macron elnök is azt ígérte, az amerikai elnök, hogy támogatni fogja. Igen, és hát a franciák részt is vettek, francia egységek is részt vettek a bombázásban. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Unió ki fogja fejezni az egyetértését és a támogatását, de ez ennyi lesz. Ez halottnak a csók. Igen. Szeretnék visszatérni a belpolitikához. Itt a hétvégi tüntetésen a szervezői felszólalói egyértelműen kiálltak amellett, hogy jöjjön létre egy nagy egységes ellenzéki párt. Önök liberálisok ebben a nagy egységes ellenzéki pártban részt vennének-e, nem vennének részt? Egyáltalán tárgyalnának egy ilyenről? Akár már parlamentben is egy nagy egységes ellenzéki frakció létrehozását. Szerintem erre most nem érett még meg a helyzet. Ez egy hipotetikus kérdés. Természetesen látva azt, hogy a Fidesz milyen jelentős bázissal rendelkezik, ellenerőt csak egy nagy és egységes párt, vagy mozgalom, vagy pártszövetség tudna kifejteni. Ez most már világosan látszott ebből a választásból, addig, ameddig az ellenzék megosztott, addig erőtlen és tehetetlen. Én azt gondolom, hogyha ennek a feltételei megérnek, és egy fontos feltétele az, hogy kiemelkedik-e egy olyan személyiség, aki inspirálni tud és integrálni tud. Tehát integrálni tudja ezt a nagyon széttartó, nagyon sokféle ellenzéket, akkor ez megteremthető, és akkor ez egy valóban esélyes vetétársa lehet. Gondolom, semmiképpen nem a Jobbikra, vagy annak bármikori vezetőre gondolom. Nem, én nem a Jobbikból várom ezt. Én egy olyan szerű embert látnék szívesen, mint amilyen Macron Franciaországban, vagy Trudeau Kanadában. Tehát egy centrista politikus, vagy mondhatnám, hogy liberális politikus, nem látom. Még meg kell, hogy szülessen? Én remélem, hogy már megszületett, de én se láttam még a színpadon. Tehát azt mondja meg nekem, hogy
Ennek a tüntetésnek azon kívül, hogy az adrenalin szint végül is leülepszik, mi értelme van? Szerintem volt értelme. Az az értelme, hogy azt jelezze, hogy nem tehet meg a Fidesz bármit, annak ellenére, hogy kétharmadhoz jutott. Ezt világosan jelezni kell, hiszen már elhangzottak olyan bejelentések, hogy jön a stopsoros törvény, jön esetleg az önkormányzatoknak a lefejezése és felszámolása. Tehát olyan dolgok, amelyek teljesen átszabják és károsítják a magyar demokratikus berendezkedést. Itt a tömeg, és főleg, hogyha ebből azért lesz több hasonló tüntetés, az jelzi a határokat. Nyilván ez nem arról szól, hogy honlaptól meg lehet buktatni a Fideszt, szerintem nem is ez a célja a tüntetőknek, az a célja, hogy világosan kijelölje a határokat, hogy tartaniuk kell a demokratikus normákhoz magukat. A probléma a kétharmaddal pontosan az... A demokratikus normák azok nem a parlamentben szoktak lenni, a fékek és ellensúlyok? Ez így van, akkor, hogyha nincs kétharmad. Sajnos a kétharmadnak az a nagyon veszélyes következmény, ezt megéltük 2010 és 2014 között, hogy a Fidesz azt érezte, meg Orbán Viktor is, hogy gyakorlatilag azt tehet, amit akar. Megváltoztathatja az alkotmányt. De hogyha az Isten adta nép ezt akarta. De bocsánat, az Isten adta nép nem egész 50%-a akarta ezt. Tehát most az más kérdés, hogy én nem vonom kétségbe a legitimitását, hogy ebből van egy kétharmad, de mégiscsak azért az állampolgároknak legalább a fele nem ezt akarta. Tehát akkor akkor el kellett volna még többen menjenek szavazni. Ezek mind jogos dolgok, volna... igen, de azért szeretnénk, hogyha a demokratikus berendezkedés alapnormái megmaradnának, mert jobb dolog demokráciában élni, mint önkényuralom. Azt is mondhatjuk, hogy önök valamit fejlődtek, igaz, egy képviselőjük volt, egy képviselőjük maradt. Mennyibe fogjuk látni a parlamentben azt, hogy élnek még liberálisok Magyarországon? Én nagyon remélem, hogy látni fogjuk. Bőszanet személyében egy nagyon energikus, dinamikus, tehetséges képviselőjelöltünk van. És egy új arc, egy friss szellem. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez tud egy fordulatot létrehozni. Döntöttek-e már liberálisok arról, hogy Bőszanetnek melyik frakcióba kell ülnie, vagy javasolnak-e neki valamit, hogy üljön az MSZP-be, a Párbeszéd frakcióba, vagy esetleg a... Hát a Párbeszéd frakció úgy tűnik, hogy nem is lesz Párbeszéd frakció, hisz maga az hát elnök, mint hogyha azt mondta volna, hogy köszönjük szépen, ő marad Zuglóba. Nem a frakció? Bonyolult ez a kérdés, szerkesztő, tehát... Bocsánat. Ez időjárás függő, vagy hogy milyen lábbal kelünk föl. Igen. Na, aztán már többen nem veszik át a mandátumokat, igen, mint átveszik. Igen. Hát igen. Igen, szóval bonyolult még a kérdés, nem nagyon lehet ezt most még eldönteni, nyitva van, még lehet a Párbeszédnek is frakciója, tehát úgy látom, hogy ők is tapogatóznak ebbe az irányba, hogy bevonjanak másokat, akik... függetlenek. És csak pénzkérdése. Hát egy kicsit cinikus volt most ez a megjegyzés a szerkesztő. Nem, én azt hiszem, hogy ez politikai aritmetika kérdése is, hogy ki hol látja a helyét. Tehát nem tudjuk, lehet még független is. Tehát az is lehet, hogy a Fodor Gábor példáját követi. Annak csak egy hátránya van. Szűk. Így van. Annak az a hátránya, hogy gyakorlatilag így van. Nem tud interpellálni, nem tud napirend előttiket mondani. Tehát az jobb dolog frakciótagnak lenni, mint nem frakciótagnak lenni. Ezt el kell dönteni két héten belül. Így mindenki tulajdonképpen a hetes cikkeiről beszél. Igen. És ma, hogy a hetes cikkeivel foglalkoztunk, úgy kezd élelődni az agyamba, hogy hát azért nem csak a lengyelekre számíthatunk, hogyha ez így pörög tovább Olaszországban, mint ahogy ez kibontakozik, akkor ők is hasonló elveket vallanak a magyar kormánnyal migráns ügyben. Tehát akkor de lehet, bocsánat, a hetes cikk az nem a migráns ügyről szól. Nem, tudom, az Magyarországgal foglalkozik. Az kifejezetten a magyarországi belpolitikai dolgokat, civil törvény, CEU, ilyen dolgokat lőhetnek föl. De elképzelhető, hogy az új olasz, az új olasz kormány, ha addigra lesz miniszterelnöke, esetleg úgy szint megvétózza, vajon az osztrákok hogy állnak hozzá. A politikai aritmetikáról beszélt, akkor nézzük meg a hetes cikke aritmetikáját a mostani Európai Parlamentben. Igen, hát most az Európai Parlament is érdekes, mert ugye először is ott is át kell menjen. Egyelőre még csak egy bizottsági szakaszban van, a bizottságon át fog menni, az nem kérdéses, de a plenárison is méghozzá úgy kell átmenni, hogy a kétharmadnak le kell adni a szavazatát, és annak a többségének igent kell mondani a hetes cikkeire. A baloldali frakciók liberálisokkal együtt több mint kétharmaduk van az EP-ben. Igen, de ez ott is azért zavaros a helyzet, mert nem mindenki
ért ezzel egyet, de szerintem ott még át fog menni. De ez még nem elég, mert kell ugye ahhoz a tagállamok 4/5-e, és itt jön be az, amit a szerkesztő úr mondott, ez 22 tagállam jelenleg, hogy Nagy-Britannia is ott van, hogy nem igazán kiszámítható néhány tagállam magatartása. A lengyeleké az nyilvánvaló, ők nem fogják támogatni, és mi se fogjuk a lengyelekét. De hát itt az olaszok, osztrákok, a többi visegrádi kérdéses, tehát elképzelhető, hogy már ott megáll. De ha nem a csehetnél is fokozódik a helyzet. Igen, hát itt egész, meg hát Szlovákiában is fokozódik a helyzet, itt egész Közép-Európában nagyon fokozódik a helyzet. Ha ezen tovább tud menni, akkor még mindig nincs meg a szankciós része, akkor még csak elindul az eljárás. Mert még nem minek ez az egész cirkusz? Hát ez megint azért van, hogy amikor elindul egy ilyen, akkor az a remény, hogy valamiféle kompromisszum születik. Ugye a Lengyelország esetében ez látható, a bizottság kezdeményezte a 7-es cikket, hogy a lengyel kormány elkezdett tárgyalni az igazságügyi törvényről. Mondjuk annyival könnyebb a lengyelek helyzet, hogy többen egyetlen egy törvénycsomag kapcsán indult ez el. Tehát ott egy dolgot kifogásoltak, az igazságügyi reformot. Most elkezdődött egy tárgyalás. Hát még lett volna ott például ezt a... Hát lehetett volna is sok mindent Igen. Azt is lehetett azt volna. Egyetértek, szerkesztő. Szerintem azt is kifogásolni lehetett volna, és hát lehet, hogy létrejön egy kompromisszum. De az Európai Unióról beszélünk, a zsidókról van szó, úgyhogy ez nem jelent. Szóval ez megdöbbentő. Megdöbbentő, hogy ott a lengyel elnök, ott van mellette Izrael államelnöke, és az izraeli államelnöknek kell egy emlékbeszédbe a helyszínen elmondania a való igazságot, mert a helyiek mondanák el, talán azonnal börtönbe csuknák. Igen, ezt én is hát a történelmi hamisítás magas iskolája. Igen, ezzel teljesen egyetértek. Ennek ugye van mintája, mert ezt először Oroszországban fogadtak el egy ilyen törvényt, hogy az orosz háborús bűnöket megemlíteni, az bűncselekménynek számít. Tehát ma Oroszországban sem lehet arról beszélni, az orosz de katonák. De a lengyelek mennek pont az oroszok után, hát az ott nincs olyan nagy szerelem. Itt nem, nem arról van szó, hogy az oroszok után mennek, hanem bizonyos mintákat átvesznek. Itt azt lehet látni, hogy az illiberális államokban a mintákat egymástól kölcsönzik. Lengyelország sok mindent kölcsönzött tőlünk és mástól. Nem azért, mert ezeket az országokat annyira szeretik, hanem már Magyarország és Lengyelország között van egy szimpátia, hanem azért, mert ezek technikák. Olyan technikák, amikor a magyar civil törvényt azt Izraelből másolták át. Az gyakorlatilag ugyanaz, mint az izraeli szabályozás. Tehát mindenfelé... Hát éppen most fogják szigorítani. Mi, Izraelben? Azt nem tudom, hát ezt elég sajnálatosnak tartom, mert én ezt a jelenlegi állapotot is. Szerintem az kormány egész második háborúban lévő ország, igen, aminek kötelessége megvédeni polgárait. Lehet, hogy Magyarországnak is kötelessége megvédeni polgárait. A kötelessége megvédeni polgárait, de most nem a polgárait védi meg, hanem a polgárai ellen hoz egy törvény. A civil törvény az... kérdése, igen. Ön szerint ugye 8 éve van hatalmon a Fidesz, igen, és minden egyes brüsszeli ellentétből én úgy veszem észre, hogy egyik ilyen konfliktusos helyzetből sem gyengült meg a kormánypárt, sőt, inkább megerősödött mind a miniszterelnök, mind a mögötte lévő párt. Tehát, hogyha Brüsszel tovább, ön szerint van értelme a Brüsszelnek ezzel a 7-es cikkelyel való fenyegetés játszani, mert láthatóan ettől nem fog gyengülni a Fidesz. Hogyha 8 évig nem gyengült, akkor véletlenül a következő hónapokban sem. Szerintem nem az a céljuk, hogy meggyengítsék a Fidesz, hanem azt, hogy a demokratikus normákat kikényszerítsék. Ez egy jó kérdés, hogy ez sikerül-e. Nem biztos. Idáig azért az volt jellemző Orbán Viktor, és ezért bántak vele kesztyűs kézzel inkább, mint a lengyelekkel, hogy ő azért, amikor nagyon erős volt a nyomás, akkor ő kötött egy kompromisszumot. Ugye ő több kötelességszegési eljárást úgy zártunk le, hogy végül is kicsit visszatáncolt a kormány. Nem nagyon, mert azt azért arra vigyázott, de bizonyos kompromisszumokat kötött. A lengyelek idáig úgy viselkedtek, hogy nem is voltak hajlandók válaszolni a bizottság által feltett kérdésekre. De a politika az kompromisszumok, nem? Igen, egyetértek, én helyestem a kompromisszumokat, csak azt gondolom, hogy ez egyfajta nyomásgyakorlás annak érdekében, hogy a demokratikus normákhoz térjen vissza a kormány. Meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Egyébként nem csak ez az egy nyomásgyakorlási lehetőség van, mert ugye itt van a 7 éves költségvetés kérdése. Ez lesz most az igazán forró ügy a következő másfél évben, amikor el kell, vagy egy évben el kell ezt fogadni. Itt Macron elnök is, Merkel asszony is fölvetik, hogy ezeket feltételekhez kell kötni. Erre a leendő olasz kormány szinte összes miniszterelnök jelöltje azt mondja, hogy ugyan már nem Macron és nem Merkel döntse el, hogy mi jó Európának. Mondja ezt az Olaszország, aki alapító tagja volt a római szerződésnek. Az természetes, hogy ott vannak pucsok, ott kormányok jönnek, mennek, megszámlálhatatlan volt, de azért mégiscsak egy nagy hatalom, és talán ők szenvednek a legtöbbet most például a migránsoktól.
Igen, az olasz kormány, ez most egy fekete ló, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz, vagy sötét ló, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a vége, ki alakít egyáltalán kormányt, ez is bizonytalan ebben a pillanatban, de az valószínű, hogy... Most egymást marják nagyon. Most elég alaposan egymást marják, ugye a két nagy esélyes, az a Di Maio, az ötcsillagosok részéről, illetve Salvini a Liga részéről, hát nem tudja Európa, hogy melyik a rosszabb számára, egyik balról, a másik jobbról. De most miért utálják annyira Berlusconit? Hát most egyébként az a furcsa helyzet van, hogy az Európai Unióban a vezetők azon imádkoztak, hogy Berlusconiék nyerjenek, mert még ő tűnt a legmérsékeltebbnek az egész mezőnyben. De hát ugye Berlusconi leszerepelt, végül is abban a ligá, vagy abban a szövetségben, amiben indultak, nagyon gyengén szerepelt, ott magasan a liga nyert, és a Berlusconi pártja, a Forza Italia csak 11%-ot kapott. Innét folytatjuk legközelebb, de biciklivel. Most következik Halászáron a Magyar Kerékpáros Klub sajtófőnöke. Figyeljen oda, amikor az ajtót kinyitja, és jön egy kerékpáros. Az elmúlt percekben nem mást, hanem Szent Iványi István, dr. Szent Iványi István, a liberális külpolitikai tagozatának szakértőjét, vezetőjét, volt nagykövetett európai uniós képviselőt, látták, hallották. Legközelebb akkor biciklivel Olaszországba, és akkor most jön Halászáron a Magyar Kerékpáros Klub sajtófőnöke.